Az idei esztendő legjelentősebb versenyén vannak túl az Iris Majorett csoport tagjai, hiszen pünköstkor Gyoma Endrődön volt a 16. vagy 18. Köszönjük. Magyar bajnokság, amelyen 16 csapat közül a harmadik helyet érték el Rontó Tóth Irénnek a tanítványai. Vendégem Irénke, gratulálok az eredményetekhez. Hogy sikerült a felkészülésetek erre a versenyre? Volt-e már előtte valamilyen nagyobb versenyetek, és mennyire vagy elégedett a csapat teljesítményével? Igen, ezt a versenyt megelőzte egy tavaszi verseny, ami nagyon fontos volt számomra azért, hogy a gyerekeket megnézem, hogy hol tartunk, és utána még ugye a hibákat ki tudjuk javítani, mert ez a magyar bajnokság nekünk nagyon fontos olyan szempontból, hogy nem csak a magyar bajnokság, hanem ez egy kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és itt döntöttem el, hogy ki milyen számban indul, illetve hát utána döntöttem el végül is, mert a legfrissebb csapatomat, a legkisebbeket még nem akartam elvinni első versenyükre ebben az évben, de aztán mégiscsak úgy döntöttem a felkészülés során, hogy megmérettetem őket, hiszen el kell kezdenünk a versenyzést, és nagy meglepetésemre óriási sikerrel is borzasztó ügyesen hajtották végre ezt az első versenyüket. Hány csapattal, illetve hány gyerekkel voltál? Én egy csapatunk van, ugye, a szenior és a, illetve kettő, a szenior és a kadett csoport lett a végén. Most egy kicsit szét vagyunk szakadva, mert 5 darab junior gyermek maradt a korosztályban. Így aztán a juniorokat felvittem a szeniorokhoz, és a kicsik pedig magukra maradtak, és így indultak el ezen a versenyen. Hány fővel voltatok? 24 fővel voltunk, és 23 koreográfiát vittem. Akkor egy népes csapat volt, és sok-sok műsorszámmal. Népes csapat, és mind a három napon, szerencsére egyenletes elosztásban, igaz, hogy az utolsó nap már csak két számunk volt, de a másik két nap szépen egyenletesen volt elosztva a minden versenyszámunk. Ahogy említettem, a 16 résztvevő csapat közül összesítésben a harmadik helyet értétek el. Ez mit takar, milyen helyezéseket takar, hány első, hány második, hány harmadik helyezettetek lett? Ez nagyon nagy dolog nekünk, hogy 16 csapatból harmadikok lettünk, mert még mindig x-edikek voltunk, általában 7.-8. helyen voltunk a csapatok között, de most szerencsére az eredmények azt mutatták, hogy a legjobb helyen vagyunk, tehát dobogósak lettünk. Első helyezést ért el három csapatom, a junior és a senior trió formáció, illetve a senior team, ami ugye két koreográfiából áll, egy menet koreográfiából és egy színpadiból is, itt aranyminősítést kaptak a lányok. A triókban kik szerepeltek? A trióban szerepeltek Adrien, Törő Adrien, Mille Flóra és Veres Vivien, ők voltak a senior trió, és hát a junior trió aludányi lányok, Janka, Noémi és Lili. Ők azok, akik egyeneságon be is jutottak a közelgő Euróbajnokságra. Igen, ők is tovább jutottak, illetve még Kóti Nóra egyéniben szólóban második helyezést ért el, ő is egyeneságon jut tovább, illetve duóban Fórián Lillával másodikok lettek, és szintén ez így egyértelmű továbbjutás számukra. Hogy itt említetted a elosztását a gyerekeknek, hogy ki nagyok, kicsik, szeniorok, kezdők, mekkora korkülönbség van a gyerekek között, a legnagyobbak és a legkisebbek között? A legkisebb 7 éves, és most töltötte be éppen a 7. életévét. Akkor ő első osztályos? Óvodás még, 2 óvodásom van, illetve 16 évesek a nagyok. Nem lehet egyszerű dolog egy ilyen versenyen a legkisebbektől a legnagyobbakig dolgozni. Nem egyszerű, a felkészülés sem egyszerű. Hát a nagyokkal már viszonylag egyszerű, mert már ott egyszerű a dolog, de a kicsik nagyon nagy fejtörés néha, mert nekik még nagyon sokféle problémájuk van, nagyon sok hibát kell javítani, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, és hát ez a korosztály ugye egy dologra tud állandóan figyelni, tehát rengeteg-rengeteg próba kellett ahhoz, hogy minden egyes hibát ki tudjak nekik javítani, ennyire, amennyire most sikerült. Mennyire volt számotokra ez kedvező, hogy nem kell túlságosan sokat utazni? Ezúttal nem a Dunántúlon volt a verseny. Úgy tudom, hogy azért néhány évvel ezelőtt volt utoljára itt a környéken versenyetek. Igen, 2015-ben voltunk Debrecenben, az volt még egy ilyen nagyon jó körülmény nekünk, mert ugye jöttünk-mentünk, és éjszaka a saját ágyában alhatott a gyermek. Most Gyoma Endrőt 74 kilométerre volt, úgyhogy itt a szülők, egyetlen egy család aludt ott velem Gyoma Endrődön,
Én zsűriként ott kellett, hogy aludjak, mert nekünk ilyenkor közgyűlés van, meg szakmai értekezletek vannak még a versenyek után, mert ilyenkor van ott minden versenyző, csoportvezető, meg zsűri, úgyhogy nekünk ilyenkor minden este van egy kis szakmai továbbképzésünk, meg beszélgetések. Egyetlen egy aludányi család aludt ott, a többiek az ők ingáztak reggel és este, úgyhogy egy kicsit aggódtam is, hogy mindenki időben odaére, mert ugye nekem reggel már a zsűri szobában jelenésem van, és előtte nekem a csapataimat még színpadra kell tenni, hogy nyugodtan induljunk a napnak. Tehát akkor nem volt a te számodra sem ez egy egyszerű három nap, hiszen három napos volt a verseny. Előre tekintve ezek a versenyzők, ezek a koreográfiák mikre lehetnek elegek a közelgő EB-re? Hát azt gondolom, hogy a menet csapat koreográfiánk az most nagyon jó szinten van, tehát ott nagyon jót várok. Hát a ludányi lányok, ők mindig viszik a prémet, úgyhogy szerintem ott is első, második, vagy hát dobogót várok mindenképpen, mert ők annyira dinamikusak és annyira oda teszik magukat, nagyon tudnak szerepelni. A színpad az őket csak földobja, úgyhogy ott is nagyon jó eredményt várok. Hát Kóti Nórikám, ő szinte mindig ott van háromba. A szeniorjaim nagyon jók most egytől egyig, úgyhogy tőlük is nagyon jó eredményt várok. És hát még nem tudom, mert a szülők még nem döntötték el, hogy a piciket visszük-e. Én nem terveztem a piciket vinni külföldre még, de hát ha a szülők azt gondolják, hogy elvisszük őket, akkor én nagyon szívesen, mert általában a versenyeken a picik aratnak nagyon nagy sikert, meg a nagyok. Tehát én most ebből a szempontból jó helyezés vagy helyen. A picik azért, vagyok. Mert nagyon aranyosak, igen. A nagyok azért, mert azért ők már nőiesen mozognak, igen, gondolom. Igen, igen. Mennyire vagy elégedett a teljesítményedekkel? Nagyon. Nagyon. Ezt előzetesen vártál ilyen jó szereplést? Nem vártam ilyen jót. Különösen a picik miatt aggódtam, de én magam is meglepődtem, amikor a koreográfiákat végrehajtották, hogy milyen magabiztosan és mennyire pontosan, precízen dolgoztak. Azért érdekességként említsük meg, hogy itt nem csak színpadon dolgoztak a gyerekek, hanem itt azért utcai menet is volt. Igen, és hát sajnos most az időjárás nem engedett bennünket túl sokat gyakorolni, úgyhogy az is meglepetés volt nekem, mert ahogy ők oda kivonultak, és ahogy végigjöttek, szenzációs volt. Igaz, hogy a két nagy lány, akik úgymond nagy lányok, a Nátházi Dorina meg a Miller Regina, ők nagyon szépen hozták a csapatot, tehát őket állítottam előre, és ők magabiztosan, gyönyörű tartással, nagyon szépen, gyönyörűen mosolyogva végighozták a kicsiket az út, a 100 méteres szakaszon. Egy ilyen településnek, mint Gyomai Endrőd, az életében mekkora egy ilyen magyar bajnokságnak a megrendezése vajon? Nem tudom, mit érzékeltetek ott? Hát polgármester úr azt mondta, hogy számtalan verseny van náluk, sportversenyek főleg, és ettől függetlenül a szép lányok megjelenése a városban azért az úgy, azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és borzasztó vendégszerető, olyan igazi kisváros, ahol minden ember megmozdult azért, hogy mi vendégek jól érezzük magunkat minden egyes pillanatban. Elmondtad, hogy a csapatokban voltak már óvodás részvevők is, ezek szerint a utánpótlásra nincsen semmi gond? Hát úgy érzem, hogy nincs. Eddig még minden évben azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan jöttek, és amikor elkezdődött a keményebb munka, akkor szépen lemorzsolódtak. És ez a csapat most egybe maradt, és én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt a komoly munkát, mert ez azért a szülők most már látják, hogy ez mennyire komoly munka, ezt nagyon szépen végig dolgozták ezek a kislányok. És ez a siker valószínűleg meg is tartja őket? Igen, a szülők is ezt mondták, hogy ők nem is gondolták, hogy ilyen terhelés és ilyen munka mellett ezek a lányok másnap azt mondják, hogy igen, akarok mazsoretre járni továbbra is. Hát ez egy végszónak nagyon-nagyon jó, és lehet, hogy még sok mindenkinek meghozza a kedvét is. Még egyszer köszönöm, hogy befáradtál, Lince, és gratulálok az eredményeitekhez, és nagyon sok sikert majd az EB-hez. Köszönjük szépen. És mindenkit szeretettel várunk június 10-én a gálánkra a Művelődési Központba délután 3 órakor. Mert hogy ilyen is lesz. Igen.